Nemzetközi Nőnap alkalmából a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ igazgatósága és a Szegedi Orvostan Hallgatók Egyesületének társszervezésében a József Attila Tanulmányi és Információs Központban tartottak rendezvényt március 8-án. Azért hoztuk létre ezt a programot pár évvel ezelőtt, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy milyen fontosak nekünk a nők a világban, hogy nem csak az ő feladatuk például az, hogy egy kapcsolatban a védekezést felvállalják, hogy milyen fontos a női egészségvédelem, például tumorprevenció, vagy akár zaklatások, erőszak elleni védelem. De szeretnénk kedveskedni is nekik, úgyhogy hoztunk nekik az Avontól lehetőséget, hogy sminkeljenek. Egy vizsgaidőszakban egy stresszesebb élethelyzetben vagytok, és nagyon-nagyon fontos a vitamin, ásványi anyag visszapótlása. Egyrészt ebbe szeretnék tanácsokat adni, másrészt pedig abban, hogy jól érezzétek magatokat a bőrötökben, akár 20 évesek vagytok, akár idősebbek. Úgyhogy arcápolás, smink, színtanácsadás az, amiben tudok nektek itt segíteni. A Nemzetközi Nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet Magyarországon 1948 óta minden év március 8-án tartanak. A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. Vannak fogamzásgátló standjaink, zaklatás kapcsolatos stand, illetve önvédelmi oktatást is biztosítunk. De ugye a mai nap az a nőkről szól, tehát a nők elleni erőszak, annak vannak típusos esetei. Még egyszer, ez lehet nagyon egyszerű dolog, ez lehet egy sima verbális agresszió, ami nem is megy túl, maximum könnyű lögdösődés lesz belőle. Egészen odáig, hogy nemi erőszak, de a nemi erőszaknál is nem szabad elfelejteni, hogy soha nem tudjuk előre, hogy mi lesz a vége. Tehát nem elsősorban a fizikai képzésről beszélünk. Tehát külön választanám azt, hogy azt mondom, hogy tartok egy fizikai képzést, aminek a célja az, hogy felkészítsek valakit fizikálisan, lelkileg arra, hogy ha őt tetleg bántalmazzák, akkor hogyan álljon ellen, hogyan harcoljon. De nagyon sokat kellene arról beszélni, hogy azoknál a lehetséges jeleknél, amiket lehet látni, hogy baj lesz, ott már hozunk egy döntést, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mit csinálunk. Egy sokoldalú rendezvényen vagyunk, ahol még az első segélynyújtás lépéseit is megtanulhatjuk. Több szervezet is tiszteletét tette a rendezvényen, köztük a Mosolygó Kórház Alapítvány, illetve a Tappancs Állatvédő Alapítványtól három képviselőjük támogatta az eseményt, Molly, Nala és Stella. Kérem a cipőmet! Köszönöm szépen, Nala!